Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora szeptember 12-én hétfőn. Elindult az új tanév az óvodákban, az iskolákban és az egyetemeken. Sok kisgyermekes szülő már azóta a táppénzen ül otthon, mert az első betegségeket megkapták a kicsik. Erről is szó esik ma este, nézzük a kínálatot. Új tanév indult, elkezdődött az oktatás a Nyíregyházi Egyetemen. Beruházás, fejlődik az ipari park Nagykálóban. Gyerekbetegségek. Itt a szeptember, itt a járvány. Elkezdődött az új tanév a Nyíregyházi Egyetemen, milyen tervekkel, célokkal indul az új szemeszter, és milyen nemzetközi együttműködéseket épít a kampus. Vendégem dr. János István, a Nyíregyházi Egyetem általános rektorhelyettese. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Jó estét kívánok. Elindult a tanév, milyen célokat tűztek ki? Egyáltalán hogy indul a tanév, Elégedettek-e azzal, hogy hány elsőves hallgató kezdte meg a tanulás? Úgy láttam, hogy itt emelkedett a létszám, és nem csökkent, mint esetleg más egyetemeken az országban. Igen, örömmel tapasztaltuk, hogy országos átlag szerint ugye 8%-kal csökkent a felsőoktatásban jelentkezők száma. Ehhez képest a az Egyetem 18,5%-os növekedést tudott produkálni, ami azt gondolom, hogy a beiskolázási tevékenységünknek is köszönhető, illetve a kollégák áldozatos munkájának tudható be. Tehát ezen a téren azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk. A legnépszerűbb szakjaink a hagyományosan a csecsemő kisgyermeknevelő tanító, óvodapedagógus, gazdálkodásmenedzsment, illetve a műszaki szakok a pedagógus képzésben jelentkezők száma lehetne magasabb. Ugye ezt mi úgy ítéljük meg, hogy, hogy stratégiai területünk is egyébként a pedagógus képzés, és szeretnénk erősíteni a továbbiakban. Itt még van, mind dolgoznunk. Mondom, ez nem csak önökön múlik, mert a pedagógus pályának a a, ugye mondjuk a, a, éppen mostanság zajlik ugye egyfajta tárgyalás a, az irányba, hogy még meg, a béreket tudják nevelni országos szinten, és hogyha ez megtörténik, akkor sokkal vonzóbb lesz. Tehát ez is egy része, egy eleme lehet annak, hogy minél többen jelentkezzenek a pedagógus képzések. Így van, mindenképpen fontos eleme lenne, tanárhiány van országszerte, nem csak a természettudományos szakokon, hanem most már más, más területeken is tapasztalható ez és nem csak vidéki településeken, hanem nagyvárosokban is. Nyilván természetesen ez nem kizárólag az egyes egyetemeken múlik, hanem felsőbb döntések szükségesek ehhez, hogy hogy egy kiszámítható perspektívikus jövőt tudjunk a, a pedagógusoknak kínálni, akár már egyetemi oktatás keretében, és más lehetőségekkel ugye megtámogatva. Ja, ahogy az ember első éves hallgató szeretne lenni valahol, emlékszem én, amikor végzős voltam középiskolában, akkor hogyan választottam egyetemet. Azt néztem, hogy nyilván milyen képzések vannak, van-e olyan, ami nekem tetszik, de második fontos dolog, hogy milyen az egyetem, milyen a kampusz, milyen szabadidős tevékenységre van ott lehetőség, szórakozási lehetőségre, ilyen tekintetben hogyan áll most a Nyíregyház Egyetem. Azt gondolom, hogy a Nyíregyház Egyetem minden adott ahhoz, hogy egy modern struktúrában tudjunk dolgozni, minden adott a hallgató élet számára, a kampuszunk is tulajdonképpen az utóbbi 20 évben jelentősen megújult, több új épület, épületet építettünk fel, a sportlétesítményeink elérhetőek, használhatók a hallgatóink számára, és azt gondolom, hogy a légkör, amit megteremtettünk áldozatos munkával, az mindenképpen jó hírét viszi az egyetemünknek, hiszen nincsenek tömegképzéseink, ahol elveszik az egyén, hanem mi konkrétan célzottan tudunk a hátrányos helyzetű hallgatókra is figyelni, illetve mindenkinek az egyéni problémáit meg tudjuk hallgatni, és arra megoldást tudunk találni. És ezek olyan elemek, amik esetleg nagyobb egyetemeken nincsenek meg, és nyilván bizonyos szempontból azt gondolom, hogy semmivel nem vagyunk rosszabbak, sőt, egyes területeken még kiemelkedőbbek is vagyunk, mint a nagyobb egyetem, meg pont a tömegképzés hiánya miatt. Most mondhatnánk azt, hogy szeretnénk mi is tömegképzést, mert hogy akkor hallgatók vannak bent a rendszerben, élet van az egyetemen is, és vannak közösségi programok, ugye a tehetetlenségnél fogva. Látott már ilyen szempontból jobb napokat az egyetemünk, de most egy felívelő trend van, hiszen már több éve emelkedik a hallgatói létszám, tehát ahogy mondtam, 18,5 kal növe, növekedett a idejelentkezők száma az előző évhez viszonyítva. Hogy látják, alapvetően a megyéből jönnek a hallgatók, vagy már más megyékből, esetleg az ország másik részéből is érkeznek ide? A beiskolázási éveset. körzetünk az elsősorban már Bereg, illetve abaúj Zemplén, Ez túlnyomó részt. De természetesen Hajdubiharból, egyes -egy szakokra, ugye Pestről is érkeznek hallgatóink, és azt gondolom, hogy a regionális megtartó erő is viszonylag magas itt a régióban, tehát a, az egyetem ebben a, ebből a szempontból is kiemelkedő jelentőséggel bír hiszen a nálunk végzett hallgatók egy jó része a környéken helyezkedik el saját lakóhelyéhez közel, vagy akár a megyében, illetve a szomszédos megyékben, településeken. Egy ja, nagyon fontos szegmens manapság már az, hogy nemzetközi nemzeti hallgatók vannak-e, nyíregyházán vannak. Ez is emelkedő tendenciát mutat? Így van, tehát ez még egy új elem nálunk, hiszen azt gondolom, hogy olyan két-három éve indult be egyáltalán nemzetközi esítési folyamat, még Vasné professzor dr. Figula Erika rektorasszony tevékenysége nyomán, és azt mondhatjuk, hogy, hogy jelenleg is emelkedik a nemzetközi hallgatók száma, jelenleg egy olyan 50-60-ra tehető a stipendium hungarikumon keresztül, illetve fizetős képzése képzésen keresztül érkező hallgatóknak a száma. Reméljük, hogy, hogy ez a jövőben még tovább fog emelkedni, hiszen ha már nem nyitunk a nemzetközi szintér felé, akkor egy egyetem gyakorlatilag nem tud megmaradni, nem, nem lesz versenyképes ugye a a többi intézménnyel szemben. Jelenleg 14 szakunk indul angol nyelven, és érhető el nemzetközi diákok számára. Melyik a legnépszerűbb már a angol nyelvű képzések között? Hát van egy ilyen kép képzésünk, hogy magyar, mint idegen nyelv. Ez egy egyéves képzés, és lényegében más szakokra készít fel külföldi hallgatókat magyarul. Tehát voltak olyanok nálunk, akik ezt a képzést elvégezve egy tudományterületi specializációval kiegészülve, aztán ugye Orvosi Egyetemen folytatják majd a tanulmányaikat, ezek szép példák, de a repülőmérnöki képzésünk is elindult angol nyelven, viszonylag jó hallgatói létszámokkal, akkor kiemelni még a biológia és a mezőgazdasági mérnök szakokat, de emellett nyilván hirdettünk számos más szakot is, ahova, ahova remények szerint szintén érkeznek majd hallgatók, új jelen még a, a Computer Science, tehát a program tervező informatikus képzésünk is angolul. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezek az eredmények azt mutatják, hogy jó úton járunk. Emellett építjük a nemzetközi kapcsolatainkat, mind oktatás, mind kutatási téren. Ehhez ugye az Erasmus Plus, Tempus közalapítvány programjai, Stipendium Hungaricum és egyéb ösztöndi, CEPUS ösztöndi programok nyújtanak segítséget. Ugye a múlt héten számoltunk be arról, hogy ekvádori kapcsolatot is kiépített az egyetem. Mit kell például erről tudni? Ez egy, ez egy szűk terület, hiszen a klímaváltozással, vizes élőhelyekkel foglalkozó biológusok a mi intézményünkből, illetve egy ekvádori egyetemről keresték meg ugye egymást és léptek kapcsolatba ugye az egyetemek aztán az Erasmus programon keresztül, és jelenleg is itt tartózkodik három ekvádori kutató, akik oktatási és kutatási tevékenységbe kapcsolódnak be az egyetemünkön, illetve a jövőben nekünk is három kollégánk fog kiutazni konkrétan a Környezettudományi Intézetből, ahol egyébként én is oktatok és kutatok, és és hát nyilván hasonló célral ők is oktatási, kutatási tevékenységet fognak végezni, és reményeink szerint ebből közös publikációk is születnek majd, amik mindenképpen ugye az eredményei és előremutató hát, eredményei lehetnek ugye ennek a kapcsolatrendszernek. A legfontosabb az, hogy a diák jól érezze magát, de az is van. fontos, hogy, a, hogy, az oktató és a tanár is jól érezze magát. Ugye egy éve alakult át a alapítványi fenntartásba az egyetem. Mik a tapasztalatok? És Ugye sokan féltek attól, hogy milyen lesz ez az új forma, de úgy tűnik legalábbis, hogy nem hallottam volna róla, hogy csoportosan nagy létszámban az egyetemi dolgozók felmondtak volna azért, mert nem tetszik nekik ez, ez az új forma. Szóval mit lehet erről tudni? Mennyire találta meg mindenki a helyét, a számítását ebben az új felállásban? Nyilván a rendszer mindenkinek új, emellett egy teljesen más szemléletmód uralkodik ugye az egyetemen ami ugye inkább siker, eredményorientált és, és sokkal inkább célorientált. Ennek megfelelően nagyobb összeket tudunk fordítani akár beiskolázásra, akár ugye, vállalati kapcsolatok építésére nagyobb hangsúlyt tudunk fektetni, és ez megmutatkozik ugye az egyetem működésében. Lényegében Ugye mivel ezt a legtöbb intézmény ugye meglépte, nekünk is ugye ez volt az az út, ami egy felívelő pályára vihette az egyetemet, és ez egyelőre úgy látszik, hogy, hogy meg is valósul. Nyilván vannak nehézségeink, ugye az új rendszerben máshogy, máshogy vannak a feladatok, máshogy kell egy kicsit szerveznünk a napi munkát is, de alapvetően pozitív a szemléletmód, pozitívok a tapasztalatok, és reményeink szerint ez a jövőben is így fog folytatódni. Szó szóval volt arról, hogy ez a bérekben is meg fog látszani az átalakulás, meg látszott volt lehetőség forrás bérfejlesztésre? Így van, jelentős béremelés történt Ugye az alapítványi fenntartás óta, ennek nyilván érezzük a, a pozitív hatásait. Ennek az évnek ön szerint melyek lesznek a legfontosabb feladatai ennek a tanévnek, vagy tehát a, mondjuk ha jövő nyáron beszélgetnénk, akkor mi, mivel lenne elégedett? Hát elégedett lennék, hogyha a beiskolázási kampányunk ugyancsak sikeres lenne, és a, a megváltozott felvételi rendszerben ugye megtalálják a, a, mi diákunk, diákjaink, leendő diákjaink is a helyüket a Nyíregyházi Egyetemen. Hát, hogyha van hallgató és lesz hallgató, akkor akkor lesz egyetem is, és le, lesz azt gondolom, hogy kulturális szellemi élet is a, a városban. És ennek hát nyilván ez nem csak az egyetemtől függ, de nagyon fontos része, hogy, hogy fontos szerepet vállal ebben az egyetem. Illetve hát nyilván meg kell küzdenünk azokkal a nehézségekkel, amikkel országos szinten is, ugye a közintézmények, illetve egyéb vállalatok is meg kell, hogy küzdjenek, ez pedig a, ugye a rezsi kérdés. És elégedett lennék, hogyha egy olyan költségvetést tudnánk végigvinni az évben, ami, ami aztán lényegében egy kiszámítható, stabil jövőt tud biztosítani az egyetem számára. Ez nyilván nem feltétlenül csak az én kompetenciám, de én akkor ezzel elégedett lennék. És hogyha növekedik a hallgatói létszám, tovább tudjuk folytatni a, a nemzetközi szintére való kilépésünket, megnyílnak számunkra pályázati források, vállalati kapcsolataink bővülnek, akkor én elégedett leszek, hogy ez a jövőben megvalósul. Így legyen. Köszönöm szépen, hogy vendégünk volt. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Fejlődik a Nagykálói Ipari Park, új gyártósort épít az egyik termelő vállalkozás, napelemrendszerek gyártását fejleszti a cég, a helyszínen Kindrus emese jár. Új üzemcsarnokot avattak a Nagykálói Ipari Parkban. Egy nyíregyházi, megújuló energiával foglalkozó cég így gyártja majd a napelemekhez szükséges tartószerkezeteket. A vállalkozás nagyrészt uniós és állami forrásból fejleszt, a beruházás közel 400 millió forintba kerül. Az üzemcsarnok táblaavató ünnepségén részt vett Szabó Tünde kormánybiztos, aki azt is kiemelte, a munkahelyteremtésben komoly szerepe van a hazai kis- és középvállalkozásoknak. A szektor termelékenységének növelését a GINOP Plus programban lévő uniós és állami források is biztosítják. A pályázati program olyan fejlesztésekhez segíti hozzá a leghátrányosabb helyzetű régiók vállalkozásait, amelyek segítik a felzárkózást, mind a fejlesztést, mint pedig a munkaerő szempontjából egyaránt. Az operatív program jelentőségét bizonyítja, hogy a teljes uniós forráskeret 25%-a is ebbe a programba, a Plus programba került át. A 2030-ra kitűzött klímacél értelmében Európában legalább 55%-kal kell csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását. Simon Miklós a térség országgyűlési képviselője szerint ez az elérhető és megfizethető energiával foglalkozó cégeknek komoly fejlődési lehetőséget biztosít. A térségünkben igen aktív vállalkozói kör foglalkozik energiatermeléssel, hiszen 2004-ben emlékeim szerint akkor adtuk át a Nyírbátori biogázüzemet ugye az is egy alternatív energiatermelő rendszer, amely lényegében Nyírbátor város ellátását biztosítja. Másrészt pedig ugye működik a szakói bioerőmű, amely faapritékot tüzel el, és ilyen formán jelentős energiatermelő képességgel rendelkezik és emellett működnek ugye a napelemes cégek. A beruházás nagykáló önkormányzatának is fontos. Ipari parkjukban az utóbbi évek egyik legjelentősebb fejlesztése a Szelemen gyártó üzem. Folyamatosan fejlődik a Nagykálói Ipari Park. Miért fontos ez a mostani beruházás itt Nagykálónak? Most a legfontosabbnak azt gondolom, hogy a munkahelyteremtés, illetve az önkormányzat szempontjából nyilván az iparűzési adó bevétel növelése. Én azt gondolom, hogy folyamatosan javulunk. Ha a válság ellenére az adó értékünk nőtt az egyfőre adónk mértéke folyamatosan évről évre nő, úgyhogy az irány jó, de kellenek hozzá ezek a beruházások, kellenek hozzá a, azt gondolom ezek az ösztönző programjaink, azok a személyes kapcsolatok, ami által ide lehet vonzani ilyen cégeket. Egy jó alternatív az ipari parkunk erre, én azt gondolom, és ugye ahogy elhangzott, hogy 25 főt szeretnének foglalkoztatni, ez egy óriási lépték a város méretéből kifolyólag, illetve a munkavállalók számából, ugye itt ilyen mértékű új üzem nem indult hosszú évek óta, úgyhogy talán ez az első fecske ilyen szempontból. Lába, Első akár az a tartó és és kompíten, állod, a föld. Ilyen szerkezeteket állítanak elő a tervek szerint januártól az új üzemcsarnokban. A napelemek földi és tetőn való rögzítéséhez szükséges úgynevezett szelemeneket egy hengersor segítségével gyártják majd. Itt egy gyártócsarnok épül, melyben hengersor lesz elhelyezve. Cégünknek ez biztosítani fogja a tartószerkezeti elemek előállítását. Cégünk kelet Kft. megújuló energiával foglalkozik, telepítésével és értékesítésével 2010 óta szabolcs szatmár bereg megyében, és a jelen megnövekedett igények biztosítására nem engedhetjük meg a anyagbeszerzési hiányokat, és ennek a stabilitására fejlesztettük, vagy irányoztuk ezt a fejlesztést, illetve ezt a beruházást. Gyakorlatilag én azért azt mondom, hogy kicsit hosszabb távon növekedett meg erre az igény. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan négy, négy és fél éves távlatba tehető ez, ami folyamatosan növekedett. Az elmúlt időszakban érezhető volt ha az általános növekedéshez képest is egy nagyságrendileg 30%-os igény. Ezekre a termékekre és ezekre a természet által biztosított energiahordozókra. A nyíregyházi cég három telephelyel rendelkezik, és jelenleg 28 munkavállalót foglalkoztat. A vállalkozás a nemrég elkészült csarnok mellett további beruházásokat is tervez. Ahogy elkezdődött az új tanév, új betegedik meg egyre több gyermek az óvodákban és az iskolákban. A közösség minden ősszel hoz vírusos megbetegedéseket, ráadásul még a Covid is itt van közöttünk. Mire figyeljenek a szülők? Vendégem dr. Uhelyi János gyermekorvos, jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Mint apa is kérdezem önt, hogy ilyenkor ez természetes, hogy a gyerekek mondjuk járnak egy-két napot, esetleg egy hetet, aztán főleg a kisebbek hamar lebetegszenek. Ez, ennek mi lehet az oka az, hogy közösségbe kerültek? Igen, hát ugye a gyermekorvosnak ez nem különleges dolog, tehát ezek így voltak mindig. Ugye maga az, hogy a nyári időszak, ugye a maga szabad levegőn való tartózkodással, hogy tömegek nem nagyon verődnek össze, az ugye egy, egy nagyszerű hát, kikapcsolódási lehetőség és betegségmentes. Ugyanakkor meg emlékezzünk vissza, hogy már ijesztőnek hangzott, hogy nyáron ez a Covid-nak ez az új variánsa, az Omikron, bizony már nyáron is betegségeket okoz most ugye itt egy halmozódásról, egy összegzésről van szó, mert hogy a szokásos szeptemberi hurutos betegségek szaporodása mellett ez a nagyon fertőző koronavírus variáns, az omikron, bizony szedi az áldozatokat, és elsősorban a gyermekek között, és mi gyermekorvosok, akik ugye nagyon jól ismerjük a tüneteket, ugye, hogy azt tapasztaljuk, hogy bizony-bizony egyre nagyobb számú a covidos beteg is a gyerekek körében. Miért? Azért, mert ezek a gyerekek nem kaptak védőoltást, bár ugye volt lehetőség, csak ugye nem nagyon sokan vették igénybe, meg egy kicsit később is indult be a gyerekek oltása, és akkor itt van egy nagyon nehéz, még szakmailag is egy nehezen kezelhető dolog, hogy tudnék, hurutos a gyermek, ugye az első, a járvány első hullámában, ha már csak egy picit náthás volt, akkor feltétlenül maradjon otthon, elvileg ez most is, szabály lehetne, aztán, hogy óvodák, bölcsődék, iskolák rögtön hazaküldték a gyereket, ha ilyenek voltak. Na de én, mint gyermekorvos, mindenkinek mondom, hogy ha ezt így szigorúan vennénk, hogy nem cseppenhet el az óra, akkor körülbelül októbertől májusig nem, jönne, nem járna senki közösségbe. Tehát itt, hogy hogy lehet differenciálni ezek között a gyerekek között, ehhez egy nagyon komoly szakmai kihívás csak úgy jelzésértékűen mondom, hogy pénteken egy 45-ös forgalomból 10 gyerek volt pozitív covidos. És ha sok tesztet csinálunk, akkor sok covidos van. Ha kevés tesztet csinálnánk, akkor kevés lenne. Tehát most még ez egy nagy, most egy nagyon jó idő van, tehát még most csak a gyerekek összejöttek, hozták maguk is problémáit, de hát ugye haladunk előre, és jön a hűvösebb idő, a hurutos időszak, meg ugye információink szerint, orvos információ szerint még a influenzával is számolni kell, tehát én azt gondolom, hogy egészségügyi téren is nagyon nehéz helyzet előnézünk. Segítsen nekünk abban, hogy melyek azok a tünetek, amelyek a szülő mindenképpen maradjon otthon a gyerekkel, és melyek azok, amelyeket még azért úgy el lehet viselni akár közösségben is? Vagy akár ez az Omikronos Covid-nak, melyik a legfontosabb jelei, amelyek megkülönböztetik mondjuk egy sima, egyszerű megfázástól? Igen, tehát még egyszer mondom, hogy differenciálni még a az én 45 éves tapasztalatommal sem merném azt, hogy egy felszínes vizsgálattal én ezt egy az egyben megmondom. Rengeteg tesztet kell végezni, ezt nekünk biztosítja az állam megfelelően, tehát ez az alapdolog. A szülő részéről pedig, pedig mindenképpen azt kell mondani, hogyha egy gyerek lázas, akkor ne fogják a kicsikre, hogy fogzik meg, nem tudom, miket szoktak kitalálni, még az beteg, tehát az beteg. Tehát a lázas gyerek nem mehet semmilyen közösségbe. A másik az, hogy ha, ha vannak hurutos tünetek, náthás, köhécsel, és még egy kicsit vágyattabb is. Tehát az, az egy jó szülő, egy gondos szülő azt látja, hogy, hogy, egy kicsit elesettebb az a gyerek. Mindenképpen minél hamarabb orvoshoz kell vinni, vagy legalább hívja föl. Mert ugye ellentétben egy korábbi időszakkal, és ez tavasztól megszűnt, hogy tudni légy, tele, telefonon vagy, vagy konzultáción és sok mindent meg lehetett oldani, sőt, majdnem, hogy kívánatos volt, hogy telemedicina eszközeivel próbáljunk a szülőknek segíteni. Ez a lehetőség megmarad, de, 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 már kötelezettsége nincsen a szülőnek, hogy maradjon otthon, és inkább csak telefonáljon. Ha az orvossal megbeszélés több kettő, akkor az orvos meg fogja őt nézni a fizikálisan, tehát fogadja, maximum az időegyeztetés a kérdés. A, konkrétan a kérdése minden olyan állapot, ami egy, nem egy orfolyás, or egy, or, hanem már intenzív köhögés, pici sápadság, bágyadság, meglazul a széklete, minél kisebb egy gyermek, bármilyen enyhek is problémája van, rögtön a legtöbb gyerek hány egyet, vagy legalábbis a emészésével gond van. Addig, míg nem tisztázódik, hogy ez egy banális dolog-e, vagy nem, addig jobb, ha otthon marad. Az nem szerencsés dolog, hogyha a hozzá nem értő bölcsőde, néni, vagy óvónéni intézkedik arról, hogy most ezt ide küldjen, meg oda küldjen, meg hova menjen, eleve Először az orvosnak mutassa be, vagy konzultáljon a anyuka, aki szintén jól ismeri a gyermekét, és utána döntenek arról, hogy ez most egy otthon tartósabb otthoni kezelést igényel, gyógyszeres kezelést vizsgálattal, vagy nem. De még egyszer mondom, hogy nincsenek klasszikus tünetek, nincs klasszikus tünet. Ugyanolyan tünet, egy felső légúti hurut, mint a COVID. Azt talán mondanám, hogy én úgy látom, hogy többnyire lázasak a gyerekek, a covidos gyerekek, de nem mindenki. Meg az, hogy milyen fázisban van, mennyi vírussal, mennyi vírus van most pillanatnyilag a szervezetben. Tehát ezt blikre ránézése nem lehet sem a szülő, hanem kérje a szakember segítségét hogyha valaki tanácsra mondjuk elvégezhet a gyermekével egy ilyen covid ezt a legegyszerűbb Covid-tesztet, ezt a nyálútját, azt talán a legegyszerűbb, és az mondjuk negatív, akkor azért, és a van, de a szülőben van egyfajta érzés, hogy lehet, hogy mégsem az. Érdemes esetleg komolyabbat is csináltatni, vagy ha az negatív, akkor negatív kész. Van egy nagyon fontos szabályozás nálunk, mégpedig egy komoly eljárásrend, ami áprilistól lépett érvényben, ezt a NNK, a Nemzeti Népegészségi Központ adja ki, ott le van írva, hogy mikor mit célszerű csinálni. A szülő által elvégzett teszteket komolyan vesszük, de nem perdöntő. Én nekem nagyon komoly kifogásom volt, hogy először a nyárt esztel kapcsolatban, utána meg láttam, hogy elég megbízható. Tehát csak az a baj, hogy ha nem szabályosan csinálják, és bemond valamit, az, az, az nem lehet egy az egybe elfogadni. Tehát ilyen módon azt. El tudom képzelni, hogy a szülő ezt csinál, megnézi, a gyerek jól van, fölhívja az orvost, és mivel ezek a, ha jó a közérzet a gyereknek, ugyanolyan tüneti kezelést kap, hogyha én csináltam meg a tesztet, mint hogyha a szülő csinálta meg a tesztet, maximum ezt az orvos el fogja dönteni, hogy ő egy külön valamilyen előjegyzett időpontban megnézi ezt a tesztet, és úgy tudja bejelentni, mert a szülő alapján bemondott ezt, az még nem perdöntő ezért jó, hogyha a szülők nézik, én nagyon örülnék, ha mindenkinek egy kosár tesztje lenne otthon, és akkor nézze, meg az is igaz, hogy hiába negatív, lehet, hogy két nap múlva már az lesz, mert egy olyan fázisba végezte a tesztet, amikor még nincs olyan koncentrációba a vírus a szervezetbe, ami kimutatható. Tehát tesztelni kell, és, és ugye az eljárásrend szerint ugye el kell különíteni, vagy otthon kell maradni, és ugye szerint, hogy a szülő Nek van-e védettségük az olványa, tehát védette, megkapott-e legalább két oltást, akkor akkor nem kell otthon maradnia, ha viszont nem, akkor mint potenciálisan veszélyeztetett, aki elkaphatja a gyerekétől, ott kell. De ezt az orvosa tudja, tehát minden ilyen probléma esetén konzultálni kell az orvosával, legyen ez felnőtt vagy gyermeke, vagy gyermekorvossal, és, és én bízhatom a szülőket nyugodtan, hogy a teszteket nézegessék, mert azzal egy kicsit előbbre vagyunk. Még egy mondat fontos, hogy mondjam, annyira fertőz ez a nyamajás Omikron, hogy nekem az a véleményem, hogyha egy családba egy, egy ember egy közös légtérbe elkapja, biztos, hogy mindenki érintett. Maximum kimutatható, vagy nem. Még akkor is, ha megvan az oltási, a három oltása például, mert nem a, betegségtől véd ugye az oltás, hanem a súlyos lefolyástól véd, és azért kell ezt fölvenni, és most már jön az omikron elleni védőoltás, lehetősége, tehát egy, 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 frissebb és, és az omikronra is ható, mi ennek örülünk, mert hát ha megfogjuk valahol ezt a lejárványt. Akkor ezt ajánlja a régi típusot, már felesleges talán? Én egyáltalán nem. Egy kiváló professzor előadását hallgatva úgy tessék elképzelni, hogy hogy az, úgy szemléltette ezt, hogy ha van egy fésű, aminek nagyon sok foga van, és abból kitörik három, azzal még lehet fésülködni. Na most erről van szó, hogy amikor van egy mutáció, az nem azt jelenti, hogy az abszolút nulla, abszolút nem, nem, nem hat, hanem, hanem picit gyengébb a hatékonysága. Tehát nem 95%-ba véd, hanem 80%-ba. Tehát ilyen értelemben a régiek is kiválóak, de ezzel együtt fogunk élni. Most az omikron, de lehet, hogy egy fél év múlva lesz egy más nevű változat, mert ezek folyamatosak, ezek a mutációk, tehát érdemes, de azt tudni kell, hogy az új injekciót nulla, tehát első oltásként nem lehet megkapni, csak ha már egy alapvédelme van az illető. Tehát érdemes akkor a, régi régiekkel, hát Úgy van, az, azzal fölmenni addig, és utána jöhet az omikron, amikor már egy alapvédelem megvan. Én záró kérdés, influenzáról is tett említés, doktor úr. Mire készül, mikortól érdemes beadatni, hogyha valaki szokta, mi szoktuk például. Így bizony, én is, ez, én is a magam részéről, én magamnak adom egyébként, mihelyt megjelenik az oltóanyag, és ez úgy működik, hogy a népegészségügyi szolgálat, az ugyan október vége, novemberbe biztosítja egy előzetes felmérés alapján a védőoltást. Nyilván akkor lehet beadni, amikor van védőoltás, és éljenek vele, mert ezek a vírusok egymással is birkoznak, és több vírus szervezetet megtámadja, ember legyen a talpán, aki, aki könnyen kibírja. Köszönöm szépen a jó tanácsokat, számítunk a szakértelmére a későbbiekben, és köszönöm, hogy itt volt. Ugyan szívesen. Eddig tartott, ma a 35 perc, legközelebb szerdán várjuk Önöket, amikor többek között a nyári turisztikai szezon eredményeiről is szó esik. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!